Hát az, hogy erre a színpadra először fölállhattam, az is nagy meglepetés volt számomra. És az, hogy én még egyszer fölállhatok, az meg eszembe sem jutott, még a legjobb álmaimban sem. Olyannyira, hogy a zakómat már én régen levetettem. És amikor szólítottak nevemen, komolyan nem számítottam rá, bár ott egy-két kollega, mintha olyan furcsa megjegyzéseket próbált volna tenni a szavazás után, akik esetleg még talán szavaztak is. Még egyszer mondom, abszolút nem számítottam rá, borzalmasan meglepett, nyilván nagyon büszke vagyok, és igaziból nem is tudom most még felmérni. Menet közben vettem fel az zakómat. A fiam már felhívott Németországból, mert nyomon követték az élőadást. Édesanyámékat szívesen felhívnám, de már édesanyám 89 éves, édesapám 97 éves, hála Istennek, jó egészségnek örvendenek, de ilyenkor már régen alszanak. És megbeszéltük reggel, hogy az olyan későn fog véget érni, ha nyerek díjat, ha nem nyerek díjat, ráadásul kettő díjat, ami álmomba se fordult volna meg, hogy majd reggel fogom őket tájékoztatni. Az drága feleségem pedig itt volt. A fiam pedig, ahogy említettem, részese volt élőben a díjátadásnak. Hát azt kell mondjam, hogy kaptam én a köztársasági elnöktől is egy nagyon komoly elismerést, de így a nyugdíjazásom után néhány évvel, és nyilvánvaló a pályám vége irányában, vagy vége fele, vagy már nagyon a végén, azt kell mondjam, hogy úgy érzem, hogy ez a legnagyobb elismerés. Sporthasonlattal szeretnék élni, ha lehet. Ugye foci Európa-bajnokságot szervezünk. A futballistákra jellemző, hogy fél évenként, évenként klubot cserélnek. Én 37 évet töltöttem el a növényvédelembe. Egy évet dolgoztam, az első évet a MÉM Növény- és Agrokémiai Központjában Budapesten, utána pedig Velencén a legnagyobb megyei növényvédelmi és agrokémiai intézményi rendszerben. A kollégáimra borzalmas büszke vagyok, mert azokat a sikereket, amit mi elértünk, a kollégáim nélkül nem érhettem volna el. Én mindig büszke voltam arra, hogy nekem olyan rovartanos, kortanos gyomírtási szakemberem van, aki nyilván többet tud nálam ezekről a kérdésekről. Volt olyan, hogy gazdálkodótól, még régebben TS-től jött egy telefon, és kértek ilyen kérdésekben információt. Mondtam, hogy kedves kollega, vagy ha tegező viszonyban voltam, akkor nyilván másképp, adom a kollégámat, vagy ezt a számot hívja fel, ezt a kollégát keresse, mert én nem értek a gyomírtáshoz jobban, mint ő. És én borzalmasan nagyra becsültem ezeket a kollégákat. Nélkülük azokat a sikereket, amiket mi elértünk az intézményemmel, velencei intézményünkkel, elnézést kérek, hogy így mondtam, hogy intézményemmel, intézményünkkel, ezt nem érhettem volna el, bármilyen agil is vagyok, bármilyen rátelmezett, bármilyen ráménős. Én úgy szoktam mondani, hogy engem kidobtak az ajtón, bementem az ablakon. És ez működött nyugdíjazásomig. Hozzáteszem, hogy megváltozott a világ. Ma már nem működne.